Mindenki utál téged a suliba. Hát elárulom, hogy ennek a pólód az oka. Te is szeretnél a legmenőbb ember lenni a világon, akkor vásárolj XP mintás terméket, és hidd el, te leszel a legnagyobb sztár. Szeretnél VIP XP-er lenni, és egyedi különleges emojikat használni? Nincs más dolgod, mint menj a csatlakozás gombra, és havi 1000 forintért használhatod ezeket a brutális emojikat, csak te. És most, ha jelentkezel, akkor kapsz instant a csatornámon egy moderátor. Csatlakozz most! Az is kire van? Na hát, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, én is vagyok, és elkezdtünk egy olyan videót, amelyben ma nem más fogunk csinálni, mint elmegyünk egy fodrász szalomba, vagyis egy fodrászatba, és dolgozni fogunk itt a Minecraftba, ami egyszerűen hihetetlen, szóval tényleg az emberek haját le fogjuk vágni a Minecraft, ez brutálisan jó lesz, srácok. Szóval titeket is érdekel ez a videó, akkor most csapassatok egy hatalmasan lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőt se felejtsétek el megnyomni, új, és ezzel engem nagyon-nagyon tudtok támogatni, illetve ne felejtsétek el, vannak X-mintás termékek link a leírásba, pulcsi bögre táska kirakok, és még 100 millió brutálisan jó minőségű termék. Szóval, hogyha vérbeli expert vagy, illetve te szeretnél lenni a legmenőbb, akkor link a leírásban, vásároljál. Tényleg srácok, már nagyon sokan támogatotok, és nagyon hálás vagyok érte nektek, szóval. Ja, viszont én nem is húzom tám a szót. Nézd! Csavargó, ott egy macska, azokat nem szereted, kapd el a macskát! Wuff! Gyere, Csavargó, úgy van, ugye meg is sukkotja, látjátok, srácok, nagyon szereti a macskát, viszont a macska viszont nem szereti a vizet. Csavargó, kapd el! Wuff! Hogy üldözi! Ó, de Szuki megrázta magát, gyerünk! Na nézzük, srácok, melyik a gyorsabb! Jó, nem szórakozunk ezzel, Csavargó, ne bánsd az állatokat, gyere vissza! Wuff, jó van! Let's go! Látjátok, itt is van egy étterem, meg igazából egy ott van a fodrászon. Az egyik barátom kért meg, hogy dolgozok ott, mert igazából elmegy nyaralni, vagy valami. Jó van, Csavargó, gyere! Na! Hogy látjátok, ilyen szép kis szalon, ilyen tök aranyos, itt van ilyen mosórész, itt van ilyen hajszárítós rész. Csavargó, gyere ide, hol vagy? Hova tűnt már megint ez a rossz kutya, na mindegy. Illetve itt van ugye ez a rész, ahol a hajat le lehet vágni, amíg ez a tök menő. Szóval jaj, itt minden tök fullos. Szóval igen, srácok, itt meg ugye a recepciós pult, ahol be van írva, hogy ugye kinek mikor van időpontja, ez tök menő Csavargónak, és amúgy látom, őnek is itt szokták vágni a bundáját. Viszont akkor nem is húzom tovább a szót, hogy kezdjük el a munkát, nyissuk ki szépen az üzletet, és várjuk a vendégeket. Csavargó, az a vendégek helyett ne gyógyod a mennyi, mert te koszos, mocskos, sáros testeddel. Na, jön-e vajon vevő, kíváncsi vagyok. Ott már jön valaki. Jó, nem ide jön, srácok, mert akkor rögtön itt is lesz az első alkalmunk, hogy valakik levágjuk a haját, várjunk rájunk. Úristen. Uram! Úristen, milyen hosszú haja van, te jó ég! Jó napot kívánok, uram! Üdvözletem, én is üdvözlöm, Csavargó, imádne. Hajat szeretne vágatni, vagy szüksége lenne? Nyitva vannak? Igen. Jöjjön kérem, vezetem is, hogy merre kell. Ha hajat szeretne vágni, akkor itt üljön le szépen, ide szépen, és mondja, hogy szeretné a haját. Úristen, milyen hosszú haja van, srácok, hát az már undorít, az már szerintem, hogy 2 éve nincs levágva, meg milyen szakadt ruhája van. Na mindegy, hogy szeretné, uram, mondja? Oldalt nullásra, igen, és fölül milyen legyen, fölül miért szeretne? Milyen hajat, mint hogy így ott maradjon hosszabban, rövidebben, vagy hogy szeretné? Kicsit igazítsa meg. Értem, el is kezdeném, de hol az olló? Hol a hajvágó olló? Ha, Csavargó, láttad a hajvágó ollót? Nem. Várjátok, itt egy láda, hát ha ebbe van egy csákány, illetve egy fehér beton, illetve egy könyvestol. Mi van a könyvbe? A hajvágó olló a piramisban van. Mit keres egy hajvágó olló egy piramisban, srácok? Istenem, úristen, mindegy, nagyon bolond ez az ember. De szerencsére itt a piramis, akkor menjünk oda szépen. Melyik elmebeteg csinálta azt, hogy a piramisra fogta és belerakta a hajvágó ollót? Ezt nem hiszem el őszintén. Na jó, mindegy. Csavargó, te hogy kerülsz ide? Na mindegy. Szépen akkor ásunk le, azt nézzük meg. Ugye, remélem volt, tényleg itt lesz a hajvágó olló és nem vert át minket. Úgy tényleg mondom, kellett volna szegény embernek, hogy ugye addig... itt a sötét van. Na mindegy, remélem lesz itt fákja. Csavargó, vigyázz magadra. Itt nincs, itt vas van, semmi. Itt. Várjátok, van 2 vas, az mondjuk nagyon jó jön. Wuff, jó van, Csavargó, bocsi, tudom, hogy nem szereted a sötétet, én sem szeretem, megyünk is kifele innen. Hát van 2 darab vas, ebből legalább tudunk csinálni egy ollót, szóval ja, tök menő lesz, látok itt szépen. 1, 2, meg is van a meccolló. Jössz, Csavargó, gyere ki abból a gonosz piramisba, gyorsan be is zárom, hogy nehogy valaki, de még egyszer bemehessen, mert amúgy elég veszélyes hely. Menjünk szépen addig vissza, és hát ja, amúgy tök menő piramis van itt egy izé is. Jó, ezt nem kellett volna megütni, most üldözni fog minket, na nem baj. Menjünk szépen vissza. Uram, sajnálom, hogy várnia kellett, itt vagyok.
vagyok, és osztom is az ollót, bocsánat, azonnal vágom is a haját. Na, let's go, oké, itt van még, jó, itt is van. Na, nézzen a tükörbe, és akkor el is kezdem vágni szépen, így, néni, szépen, kicsit akkor azt mondta, hogy itt jobban levágom, akkor hátul is jobban levágom, meg ugye itt is, fölül meg csak akkor megigazítom is szépen, így, né. Na, mit szól, uram? Jó lesz így? Megteszi? Mondja, mit gondol, tetszik neki? Mert most megnézi magát fel, remélem jól csináltam, még sose vágtam így Minecraft-ba hajat. Jó lett. Remek, hát akkor ja, igazából nem tudom, 5 darab aranyrúd lesz igazából az ára. Aztán remélem, hogy visszajön még, mert szívesen bármikor levágom a haját, meg ilyesmi. Ha szeretne, akkor nyugodtan mondhat időpontot, meg mindent. Na, oké, 5 aranyrúd kérem, uram, annyi lenne. És nem tudom, hogy lenne egy kérdésem. Mondja csak bátran, milyen kérdése lenne? Mert bárki tényleg szívesen válaszolok. Csavargó, hogy hova tűnt? Csavargó! Hova tűntél? Ah, biztos meg itt a bárányomat is behozom, levágná a szőrét. Persze, hát akkor jó, holnapra fel is írok a báránynak egy időpontot. Jó, itt ki is fizeti olyan izét. Jó, akkor holnap ugyanebben az időpontban hozza nyugodtan a bárányát, és neki szívesen levágom a szőrét. Rendben. És akkor ja, akkor köszönöm szépen, remélem akkor holnap találkozunk, és akkor ja, viszontlátásra, uram. Jó, most látok, akkor én igazából én haza is megyek, de is tart a munkaid, és akkor holnap szépen visszajövünk, és levágjuk annak a báránynak a szőrét is. Nos, srácok, este is van, igazából megcsináltam holnapra az uzsonnát, ezt a 2 darab szendvicset, és akkor ja, holnap korán reggel munkába kell mennem, szóval ja, igazából szépen el is alszok. Csavargó, erre vagy? Ó, itt van, szerencsére most be is jött, jól van. Na, aludjunk szépen egy kicsit, srácok, aztán holnap megyünk megint dolgozni. Szép jó reggel, srácok! Na hát akkor abondó vagyok, gyere szépen Csavargó, induljunk is szépen a munkába. És hát akkor ja, remélem akkor hozza az ember a bárányt, és azt is szépen megnyírjuk, ahogy kell, és akkor ja, semmi gond nem lesz vele. Menjünk szépen. És nyitjuk az üzletet, jó reggelt, uram, majd önnek is levágom a haját, de maradjon addig itt kicsit, légy szíves. Mert most előbb az első időpont a bárányé lesz, remélem hamarosan ide érnek, már várom őket. Közben ide építsünk egy nem tudom, egy ilyen ilyet, nézzétek srácok, ez nagyon-nagyon jól néz ki, ugye? Igen, így. Az egy mennyivel teltebb az egész. Ott már jön valaki! Jön is, ott is hozza a bárányát, de a Csavargó kicsit akkor adjál neki helyet majd, hogy beférjen az a dagad bárány, mert ugye eléggé dagad volt, de mindegy. Jöjjön uram, szép jó reggelt, örülök, hogy újra eljött. No ne, színváltós bárány van, nagyon-nagyon menő. Üdv újra, üdvözletem. Nincs valami kerítés ennél, ahova ki tudnánk kötni, mert így igazán most az nem tudom, hogy nincs ide hely, ahova ide kiköthetnénk, vagy ilyesmi. Ha van, akkor nyugodtan ide rakja le Csavargó mellé, aztán úgy tök jó lesz meg minden. Hú, srácok, kezdek kicsit nagyon éhes lenni, nem baj. Ne! A szendvicseket otthon felejtettem, ó ne. Na mindegy, jól van uram, ön nyugodtan menjen el pihenni, és egy óra múlva jöjjön újra a bárányért, és akkor ja, addig szépen megvágom, és minden szép lesz. Jó, rendben, köszönöm szépen. Hú, srácok, viszont mielőtt elkezdenénk a bárányt vágni, gyorsan visszamegyek a reggelimért, mert otthon felejtettem a 2 szendvics, azt mondja, azért gyorsan elmegyünk. Jó, srácok, gyorsan, akkor tényleg itt is lesznek valahol, azt mondom, a ládába tettem, igen. Jó, itt is van a 2 darab szendvics, gyorsan megyünk is vissza, hogy akkor levágjuk azt a bárányt, mert lassan most váltodik az 1 óra, szóval ja, sietnünk kell mindenféleképpen. Na, oké, itt vagyok már. Csavargó? Mit csináltál a bárányjal? Hát te megetted a bárányt? Ez... Úristen, ez nagyon-nagyon nagy gond. Ne! Úristen! Jön a gazdája! Mit fogok neki mondani? Jó napot, uram! Tudja, van egy kis probléma. Elmentem egy kicsit az üzletből, és itt hagytam a kutyámat, hogy vigyázzon a boltra a bárányjal együtt, és hát... sikeresen megnyírtam a bárány. Tessék, itt van. A kutya kicsit megette. Remélem, figyeljen, én nem akartam, hogy ez így végződjön, ez tényleg, micsoda, tényleg, nagyon-nagyon sajnálom, uram, de hát nem tehetek róla, most a kutya az, ez egy vadászasztom benne van, aztán így ez van, értem. Hát akkor jó, örülök neki, hogy ilyen egyszerűen megérti a problémát, akkor na, örülök neki, tényleg nagyon sajnálom, akkor a gazdája bánja. No, mi az Isten, no, srácok, ne, uram, kérem, nagyon sajnálom, ezt nem akartam. Úristen, menjünk akár erre a bányába, ne, srácok, ne, uram, kérem, ne, ne öljön meg, no, sem.
Srácok, úristen. Hát akkor ez a videó ennyi lett volna, sajnos ez így végződött. Ha szeretnétek még ilyen videókat, akkor lájkáltok ezt a videót, iratkozzatok fel, és csengőt sem felejtsétek megnyomni. A következő videó találkozunk. Lássuk csengő, én XP voltam. Sziasztok!